az az életrendje, hogy mi évről évre eljutunk azokra a településekre, ahol látnak bennünket, vagy hatszor jártunk itt már Máté Szalkán korábban, Bíró Miklós urat köszönhetem, akit a szalkaiak októberben polgármesterükké választottak. Elnézést kérek a nézőktől, hogyha mi esetleg tegeződünk, mert így éltük le az elmúlt évtizedeket jöttmenként, mert Miklós is, bevándorló, meg én is. Hogy maradtál meg Máté Szalkán? Hát ez egy nagyon jó kérdés, és persze, hogy tegeződünk, hiszen nem változott semmi az, hogy én polgármester lettem. Régóta ismerjük egymást, hál' Istennek. Köszönöm. 1966-ban jöttem én Máté Szalkára, akkor főmérnöknek a gépjavító állomáshoz, és tulajdonképpen 69-ben, 29 évesen már igazgatója lettem ennek a Máté Szalkai gépjavító állomásnak, és 1975-ben kerültem át a Magyar Optikai Művek Máté Szalkai gyárához igazgatónak, tehát Máté Szalka egy olyan szakmai lehetőséget biztosított nekem, ami egyértelmű kötődést jelentett. Most az az igazság, hogy egy gépészmérnök, hiszen neked, hogy ez van, akkor még meg lehetett volna számolni a térségben, hogy hány embernek van ilyen jellegű végzettsége, szerintem számtalan hely lett volna, ahol elmehetté volna. Most nem a világésem akarom én ezt bemagyarázni, hogy el kellett volna menni, nem. Sőt. Még annyit mondjak a kötődéshez, hogy a másik hátterem pedig, hát, hogy ide nősültem, és a feleségem. Elvesztek bennünket, igen. Valóban mellettem állt mindig ki, amikor bizony kemény munkákat kellett végigcsinálni. Aztán született két kislányom, akik megint nagyon tudtak ragaszkodni hozzám, úgyhogy ez a kötődés annyi, hogy egy olyan gyökerek, amit nagyon... Kedves feleségem, pedagógus, én ott akadtam el, hogy a lányok is így indultak, de most már úgy tudom, hogy az egyik az messze-messze van. Igen, hát a nagyobbik lányom, ő kémia-biológia szakot végzett Debrecen Kossuth Egyetemen, a kisebbik lányom pedig a érettségi után optometrista lett, egy kicsit még nekem is nehéz, pedig hát a szakmában benne vagyok, és látszerész, kontaktológus, ők pedig hát kis üzletasszony, a családi vállalkozásban végzi ezt a munkát. Úgyhogy a messzeség, hol van a messzeség? Budapesten, a nagyobbik lányom pedig a messzeség, az New York-tól 70 mérföldre laknak, és hát New Yorkon belül tanított középiskolába, mindaddig, míg tavaly meg nem született az első unokánk, és pedig gondold el, hogy december 2-án mentünk ki hozzájuk, és december 6-án, úgy, ahogy be volt programozva, megszületett a Patrick Miklós. Tartottam, tehát a nagyapa nevéhez, igen. Így van, és ilyen névnapi ajándék. Hát a vőnk szintén itt tanított valamikor a gimnáziumban, ő pedig nemzetközi jogász lett egy jó nevű ügyvédi irodában, úgyhogy nagyon jó el vannak foglalva. Én annak idején a Csörsz utcában, a MOM székházában sokat szerepeltem, előadóként is énekeltem is. A MOM-hoz mindig kellemes emlékek fűztek meg, amikor a szakképzésbe indult, és mindig itt nyitottatok, és első között jelentő számú tanulót, munkanélkülit. Valóban én úgy éreztem, hogy ez a mérnök ember mindig azon törő a fejét, hogy hogy lehetne valami ipart hozni ide. Az az időszak, miután én a MOM-ba átkerültem, azért a gépjavítónál is mindig a változás és az újnak a megteremtése volt a szándékom, ugyanígy a MOM-ba is. Volt egy nagyon jó háttér, hiszen a Magyar Optikai Művek Budapesten egy nagyon nagy szürke állománya a szellemi háttérrel, fejlesztéssel rendelkezett, és hát mi vidéki gyárak, mert több vidéki gyára is volt a MOM-nak, versenytünk, hogy melyik alapozza meg az újabb termékek ide telepítését, és minél magasabb műszaki színvonalon, és ilyen szempontból Máté Szalka nagyon jó kollektíva volt. A jó kollektív, ez való magába hordoz az a kollektív szellem. Én azt tapasztaltam, hogy szinte az első perctől gépállomás vezetőjeként is, de momusként is a város életéből kivetted elő. Nem kellett kétszer szó, mert is azonnal jöttél, vagy többször jöttél. Igen, hát a város életében mindig részt vettem, egyrészt akár a sportterületen, akár az egész város közéletébe. Hát a másik az, hogy 1980-tól 90-ig országgyűlési keresztül országgyűlési képviselőnek megválasztottak, mert azért már a második ciklusban az már nem olyan kijelölt választás volt, bár nálam még az első ciklusban sem, és ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt. És dolgoztam is Máté Szalkáért, hiszen több bizottságban benne voltam, meg amit csak lehetett Máté Szalkának azért megszerezni. Ugyanis sokan nem ismerték azt, hogy Máté Szalkán milyen lehetőségek vannak. Egyrészt az, hogy a legelső ipari park itt lett kialakítva.
Igen. Ide jöttek cégek, és tulajdonképpen egy közműves iparterület volt. A tanácsi vezetés annak idején valóban ebbe nagyon tevékenyen részt vett. És sokan, mikor ideje eljöttek Máté Szalkára, például a zalaegerszegi kollégám, aki a zalaegerszegi gyárnak volt az igazgatója, hát ő nem is gondolt, hogy Máté Szalka ilyen szép város, meg hogy így a fekete vonatról, meg a cigányokról ismertek el, igen, slusszennyi. Úgyhogy ebbe is volt az embernek része, hogy ezt megváltoztassa. A részvételt a közügyekben itt akadtunk el, országgyűlési képviselőként, különböző megyei testületekben helyi. Igen. Természetszerű volt, hogy a váltás után az ember képviselőként, helyi képviselőként is elindul, próbálja képviselni a városát? Tulajdonképpen úgy volt természetes, hogy az ember érezte, hogy ez kötelessége. Ugyanezért indultam a polgármester jelöltségére is, polgármesterként, mert én elkötelezettje vagyok Máté Szalkának, hogy amit csak tudok, azt megtegyem érte, és én úgy éreztem, hogy még azért 62 évesen van energiám, erőm és kapcsolatom ahhoz, hogy tényleg elérjem azt, hogy a város fejlődjön. Korábbi és ugyanez volt a korábbi időszakban. Alkotó módon, és azt hiszem nem lenne helyes, hogyha elfelejtenénk, hogy volt itt korábban polgármester. Én tudom, hogy nagyon jó voltatok, szerencsére jól alakult a Dénes sorsa is. Megmaradt el jó kapcsolat? Igen, dr. Szilágyi Dénessel valóban két cikluson keresztül voltam önkormányzati képviselő, bizottsági elnök is. Mindig nagyon jó volt a kapcsolatunk, véleményt cseréltünk, kikért a véleményemet, elképzelésemet, úgyhogy ugyanolyan jó kapcsolat van most is. Én örültem neki, hogy alelnök lett, és hát egy kicsit tudunk lobbizni Máté Szalkáért, mert most nagyon nagy szükség lesz rá bizonyos fejlesztések területén, úgyhogy továbbra is maradt az jöjjön ez a nagy szükség. A különböző médiákban már hallottunk arról, hogy mi minden foglalkoztatja a fiatal életerős Bíró Miklós, mert hiszen nem csak fiatal polgármester, hanem tele vagy tettekkel, elképzelésekkel, tenni akarással. Mi most érkeztünk, és megütötte a fülem egy ilyen mondat korábban, hogy a jármi úti közlekedési centrum korszerűsítés ott van, vagy 8 jelzőlámpa egymás után. Mit kell azon korszerűsíteni? Jármi úti csomópont. Csomópont. Ez az Erkel Ferenc utca és a jármi útkereszteződés, ahogy kijön. Most nem azért, mert én az északi lakótelepen lakom, mert tudom, hogy igen, nagyon sok gyerek jár át ott azon a részen, igen, és veszélyes. Nagyon tudod azt, hogy mostanában, hogy hajtanak a járművek, és ott azon a részen ki kell építeni egy forgalomirányító lámpát, úgyhogy erről van tehát szó. Akkor ha már a gyerekeknél járunk, kerékpárút is szerepel a tervekben, bejáró községekből, egyebekből innen-onnan. Ez realitásnak tűnik? Igen, erre is beadtunk egy pályázatot. Tulajdonképpen korábban is már a szomszéd települések polgármesterei azért nyaggatták Máté Szalkát. Most Suszalaci jut eszembe, Csavaly van például neki ragyogó. Így van, akkor a jármű polgármesterei is, Szántó Csaba is, és ugyanígy a környező településekhez vezetnének, illetve hát még azt is mondom, hogy el kell azt érnünk, hogy a Szatmár térségbe, igen, a településekhez a kerékpár út menjen el. Ugyanis, ha akár nyugaton járunk, azért a korszerű közlekedéshez hozzátartozik a kerékpárút. Az egészséges életmód miatt is, meg hát az elérhetőség olyan, úgyhogy itt a környező településekre elkészült egy terv, ami alapján pályázunk, hogy ki legyen építve a Kocsord, Jármi, Nyírcsaholy, Nyírmegyes, akkor Ópályi, úgyhogy itt akik, és onnan is tovább majd épül ez az út. Ez valóakor tehát a regionális szerep, elnöke vagy egy olyan társulásnak, amely végül is eleve valahol az egész térség felemelkedését szolgálja. Ebben Máté Szalkának olyan szerepe, vagy először jön Máté Szalka, utána 10 perc szünet, utána megint Máté Szalka, utána megint Máté Szalka, vagy ezt azért ne így fogja most etéskedek. Igen, de ez jogos a felvetés. Amikor megválasztottak, én megköszöntem a Szatmár Térség Fejlesztési Szövetség elnökének, és én éreztem megint ugyanitt, mint amikor megválasztottak polgármesternek azt a felelősséget, hogy én nem rá akarok települni ezekre a
térségi kis terület, hanem közösen kell gondolkoznunk. Egyrészt tudjuk, hogy az Európai Uniós csatlakozásnál a kis térségeknek óriási szerepe van, a mostani kormány elképzelése szerint is, tulajdonképpen infrastruktúrát és egyéb fejlesztéseket közösen sokkal jobban el tudunk majd érni, mint hogyha külön-külön itt egy-egy település vagy településcsoport, kisebb csoport vagy Máté Szalka indulna, és nekem ez a szándék, hogy ezt a lehetőséget használjuk ki, az egyenlőség elvén, mint ahogy eddig mindig a magatartásom az, vélemények alapján Máté Szalka térségi központi szerepe azt jelenti, hogy itt Máté Szalka a vasúti közlekedési csomópont, egyéb infrastruktúrákba, banki rendszerbe, és majd egyéb hivatali dolgokba, meg már most meglevő hivatali dolgokba is ellátja ezt a térséget. Egészségügy területén, oktatás területén, szóval mindenképpen ez. Hivatali dolgok. Egy olyan mondatot is láttam leírva valahol, hogy egyrészt hetenként vezetői értekezlet, ma kedv van, hétfőn szoktárok tartani, mondjuk érdekel, hogy tegnapire mi volt, illetőleg, hogy a hivatalt átvilágítjuk, lehet, hogy nem ez a kifejezés a jó, de feltételezem olyan célozattal, hogy megnézzük, hogy hol vannak olyan tartalékok, amiből közvetlenül használ lehet, jól gondolom. Jó. Igen, tegnapi vezetői ülésen nem voltam itt, mert szabadságon voltam egy pár napra, egy kis pihenőn. Ez a rendszeres heti megbeszélés azt jelenti, hogy minden, ami fölmerül az önkormányzat életébe, a hivatal életébe, a lakosság részéről átbeszéljük, feladatokat meghatározzuk, problémákat megbeszéljük a vezetőin. Pozíció szinten ki a vezető? Pozíció szinten négy irodavezető, az alpolgármester asszony, a jegyzőr, ne adjam ki, mert ő a hivatalnak a vezetője, és még egy-két olyan ügyintéző, aki kulcsszerepet tölt be. Tehát itt attól kezdve, hogy nem cserélték le az angol nyelvű cégért odáig, hogy a piacon kivették a zsebéből a bukszát, vagy az, hogy nem söpörték el a jeget a kereszteződésből, ilyenkor minden ilyen apró dolgok. Mindent, és ez precízen meg van beszélve, és meg van határozó, hogy na, akkor ezt ekkora XY-nak meg kell oldani. És most maradjunk a precíz mérnök embernél. Én azt szoktam meg, ismerem a mezőgépest is, meg a momost is, hogy hát ott, hogy élére voltak állítva a dolgok, azt meg kellett valósítani, és aki megvalósította, annak a munkája el volt ismerve jó magyarsággal. És aki nem, hát az pedig megkapta a jutalmát. Itt is megkapja? Tehát lehet a hivatali munkában ilyen precizitásra törekedni? Igen, és kell is. Tehát az, hogy valaki jól dolgozik, vagy valaki nem annyira jól dolgozik, azt itt is meg lehet a hivatali munkába különböztetni, és meg is kell különböztetni. Az a megkülönböztetés legyen egyszer, hogy elismerést kapjon azért, mert ő jó minőségbe, és határidőre precízen elvégezte a munkáját szóba, és ez anyagilag is meg kell, hogy jelenjen. Anyagiak. Szó volt már arról, hogy az ipari park itt elsőként indult. Én valamiért láttam most, hogy egy 1,6 hektáros területen további nyitást szeretnénk, és valami, ha már előbb belefogtál, az nem ment, én nem fogok bele a klaszteren belül, hogy micsoda csoda izé lesz ez a klaszter. És bevallom neked, hogy angolból ennyit tudok, hogy ez valami gyűjtő fogalmat jelent. Mit gyűjt össze ez a klaszter az 1,6 hektáron, vagy az ipartelepen? Még hadd mondjam, egy kérdésre de nem válaszoltam. A hivatalon belül nem átvilágítás történik, hanem egy külső szakértői csapat megnézi a hivatal működési rendjétől kezdve a ügyfélforgalomig, a munkaköri leírásokig. És de most nem arra van, hogy itt, aki Szántóni helyett itt van a csinos kis hölgyő, Barna Bálintatót vegyen, mert valami fogékonyabb vagyunk. Hanem valóban ez megint egy régi vezetői tapasztalatom, hogyha hosszabb ideig az ember egy munkahelyen dolgozik, bizonyos elfásul, dolgok fölött elszáll, úgyhogy átmegy, nem vesz észre a hiányosságokat, vagy pont a javítani valókat, ennek ez a célja. Szóval az, hogy hatékonyabb. Tehát 30 embert elzavarunk a 20-ból, és már ide hozzuk a régi hátteret. Van gazdasági háttere is, de nem az a szándékunk, hanem az, hogy hatékonyabb. Na, gazdaságipari park klaszter. Na, az ipari park klaszter téma, ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis ez a klaszter szervezet azt jelenti, úgy szoktuk mondani, ez olyan, mint egy szőlőfürt. Igen, az egész a szőlőfürt együtt a klaszter? Igen, egy klaszter, ugyanis vannak cégek, akikhez kötődnek beszállítók. És vannak maguk a nagyobb cégek,
magyarul kikről van itt szó. Itt van a MOM vízmérés technikai részvénytársaság, igen. De a Krasterről majd a Pákorral úgy is igen, megyünk csak, hogy még a jogos legyek azért akarul, igen. Van a Carl Zeiss Hungária, van a Soddezák, van a Hója részvénytársaság Máté Szalkán, és van a Máté Szalkai önkormányzat, meg még két-három cég, aki kutatásfejlesztéssel foglalkozik, ők alakítottak egy szervezetet, amit konzorciumnak hívunk, és ez a konzorcium alapján jön majd létre ez a klaszter szervezet, ami azt jelenti, hogy ezekhez a cégekhez több száz beszállító kapcsolódik, aki különböző szolgáltatások... Van valahol mondjuk vezérkara, független emberekből, aki minden odafigyel, ugye arra, hogy egyformán részesüljön mindenki mindenből. Igen, tulajdonképpen teljesen egyenjogúság alapján jött létre maga ez a konzorcium. A konzorcium fogja most létrehozni a klaszter szervezetet, ez egy valószínű, hogy KFT, de erről majd fog szólni a Pák úr, korlátott felelősségi igen. Társaság, fogja össze az egész szervezetet, úgy, ahol a maguk a cégeknek az érdekeltségét, az ő beszállítóikat, azoknak a koordinálását, és ezen kívül, hadd mondjam, lesz egy nagyon lényeges dolog, beindítanánk egy speciális felsőfokú képzést. Ez az, amit Pankotai Feri korábban már tervezgetett Újvárossal. Igen, de most itt a Miskolci, a Budapesti Műszaki Egyetem, Nyíregyháza és a Debreceni Egyetemmel közösen van itt egy kihelyezett ilyen, tagozat. És itt kihelyezett tagozat lenne, ami azt jelenti, hogy az optikai, mechanikai és elektronikai szakmába jönne létre ez a speciális felső. És ez jó képzés. Esetben 2003. szeptemberében már indulna? Így van, szeretnénk. Mondjuk nehéz dolog, lehet, hogy nem igen. Tudunk beindulni, de szeretnénk. Lényeg. Ha ezeknél a cégeknél a kutatásfejlesztést, az oktatásfejlesztést felsőfokú szinten is meg tudjuk csinálni, igen. Akkor itt nem gondolkozhatnak azon, hogy a gépekkel együtt elviszük innen a munkát. Igen. Igen. Mert ehhez mi tudjuk biztosítani a szürkeállományt, akkor innen nem tudják elni. Ez egy stratégiai kérdés. Tudjuk biztosítani. Most Sírás, igen. Biztos, majd hogy fog beszél, a pár igen. Pénz. Csak nem, annyi, igen. Hogy ennek igen. Az alapszervezésében engem kértek meg annak idején, úgyhogy örültem neki a volt most cégek. Visszatérve pénzre, meg a létszámra, meg a biztonságra, itt most országos problémák vannak oktatás témában, kevés a gyerek, sok az iskola, nagy a pedagógus fizetés, ezt a feleséged meg én nem mondjuk, úgyhogy mert messze nem nehéz, meg messze nem problémás. Meg most díjas, igen, azért mondom, az, amit mi kapunk, az, na, nem ez a lényeg. Én megéltem azt itt a sajtó munkatársaként, amikor például a szembelévő iskolát megszüntették, meg voltak különböző racionalizálások, igen. Hogy milyen zokon esett az fűnek, fának, kell-e most valami ilyet csinálni? Igen, illetve nem igaz, nem azt jelenti, hogy kell csinálni. Tehát Máté Szalkán most az iskola szerkezete, itt azért nem csak az iskolákat kell nézni, bölcsőde, óvoda, általános igen. Iskola és középiskoláknál nem lesz ilyen. Van is gyerek. Ugyanis van is gyerek, na most az, továbbra is legyen gyerek, mert itt az a lényeges. Azért kell Máté Szalkán a gazdasági fejlődést, fellendítést biztosítani. Ugyanis azt kell tudni, hogy Máté Szalkán az utóbbi időben csökkent a lakosság száma. Na most kikből csökkent? A fiatalok mentek el, mert nem volt elhelyezkedési lehetőség. Tehát ha itt tudjuk a munkahelyet teremteni az előbbi, itt a több cégekkel is akarok én kapcsolatot teremteni, hogy fejlődjenek a cégek, foglalkoztatást tudjuk bővíteni, foglalkozunk a lakáshelyzetünk javításával, magyarul itt lesz a felsőfokú képzés, magyarul Máté Szalkai fiatalok ne menjenek el, és nekik az utódjaik szintén fogják itt az iskolát. Lakáskérdés, ezzel a lakás igen, építéssel kapcsolatban, és olvastam valami fura kifejezést, amelyben benne van az önkormányzat is, valószínűleg benne van az is, aki beleköltözik, meg még valahol Széchenyi terv is benne van. Igen, nyert az előző időszakban adott be a önkormányzat pályázatot, az úgynevezett költségalapú bérlakás, szociális alapú bérlakásokba. Adtunk be költségalapúba. Mit jelent ez a költségalap? Költségalapú az, hogy az egy magasabb komfortfokozatú, tehát az költségeket, akik oda beköltöznek, azok kifizetik. A szociális alapú, az pedig a szociálisan rászorultak költözhetnek be, nincs elég lakás Máté Szalkán. Most ebben nyertünk pályázatot a 20
szociális alapú bérlakásra, sajnos a 18 költség alapú bérlakásra nem nyertük meg a pályázatot, de a 20 szociális alapú bérlakás, az pedig ott fog a négy sávos, ahogy van, úgynevezett Bakos sarok, a Rákóczi út és a négy sávos uta, pedig már kettel szembe. Ez már annyira téma, hogy már a Telek kisajátítás minden. Igen, ez most meg lesz versenyeztetve, hogy ki fogja építeni, úgyhogy Telek mindenki van. Még ez a költség alapú mindig, lehet, hogy benne valahiban nem fogunk fel, de eddig még ilyennel nem találkoztam. Tehát érdemben. Állambácsi egy bizonyos keretet arra, hogy egy mai színnek megfelelő összkomfortos lakást legyen, de hogyha én jacuzzit akarok, meg oleanderes pálmafáknak, napernyőt, meg egyebeket, akkor azt én megfizetem. Igen, és ez, akkor ilyennél lesz a házam? Nem ilyennél lesz, mert a komfortosabb házak, de a teljes költség annak a részlete, annak a fizetése az adód a beköltözők. Tehát hadd mondjam, ezek szakemberek, akik megfelelő jövedelemmel rendelkeznek. Tehát tudják, és megfelelő színvonalon szeretnének lakni. Megfelelő tehát ez a költség alapú. Te a család révén, meg a korábbi beosztás, meg az önkormányzat is bejártad a félvilágot. Eleve Máté Szalkának olyan testvérvárosi kapcsolatai vannak, amelyek megint irigyre is nem éltók. Én ezt Dénesnek is, annak idején művelődési házba többieknek is, mert ez kiterjed a művészetre, az iskolára, Magdon Guszti is elmondja, amikor megyünk az iskolájába. Ezek a testvérvárosi kapcsolatok megmaradnak? Igen, megmaradnak a testvérvárosi kapcsolatok, csak itt közben lapoztam, mert azért igen. Puskáznom kell, igen. Bár ezzel együtt. A legrégebbi kapcsolatunk Nagy Károllyal van. Igen, egy festőművészükkel találkoztam én egyszer ott a Vendi iskolájába. Szerintem nagyon korrekt, kulturális egyéb kapcsolatok vannak, most őket is meg akarom keresni. Ugyanígy Munkácsa 1992-től, igen. Bár velük is megkezdődött már a rendszerváltás előtt. Csak akkor 90 után nem illet velük kapcsolatot. Jött létre, és van Zevenára szintén 1992-től. A holland testvérvárosi kapcsolatunk nagyon jó ez a kapcsolat. Tavaly volt a 10 éves évforduló, ők rengeteget segítettek nekünk szociális részen, egyéb dologba. Nagyon komoly építésekhez, komoly összegekkel járultak hozzá. Ezen kívül szintén rendszeres kapcsolatunk van a kulturális élet területén. Iskolások látogatnak, ugyanilyen cserelátogatások vannak részükről, és ami lényeges, még Vitóriát is, hadd mondjam, a szicíliai testvérvárosunk, akikkel 1997-ben jött létre, nagyon az olasz mentalitás alapján. Most töröm itt a fejem, elnézésben, még Kocsmáros Pista franciásaira emlékszem, hogy igen, ők is voltak. Sajnos nincs testvérváros, ugyanígy nincs Németországban, most folyamatban van Németországban, és hát ez is kapcsolódik egy kicsit a optikai területhez, hogy Aalen, ami a Zeissnek, vagy Oberkochen lenne. Tehát a gazdaság meg a kultúra így ér össze. Na most ebben azért van egy olyan érdek, hogy az Európai Uniós csatlakozással nagyon sok közös pályázatot fogunk tudni majd benyújtani a testvérvárosokkal. Tehát itt a gazdasági élet területén is szeretnénk elnézést. És nem tapaszt, csak a kultúra területén. Rendben, hogy mi törekszünk erre, mert valahol úgy tűnik, hogy nekünk ebből előnyünk van, meg ők előrébb járnak, ha azt követjük, akkor mi is különbek leszünk, de részükről is tapasztalható az, hogy szívesen segítenek. Igen, részükről is tapasztalható, mert ők is tudják azt, hogy az Európai Uniós csatlakozással nekik is előnyük lesz abból, hogyha megvan ez a testvérvárosi kapcsolat. Sok mindenről beszélgettünk. Én azt hiszem, ebből kiderült, hogy bőven van terve Bíró Miklós polgármesternek a 4 éve, de én olyat is láttam már, azt hiszem, ezt Nóri írta, már Konsznói kolléganőm tán, hogy március elejére elkészül egy ilyen mérnöki pontossággal kidolgozott, mondhatni napra készen fülönfogható majd a polgármester, hogy ekkora ezt csináljuk, akkora azt csináljuk, alakul ez, hiszen február elején. Igen, annyi van, hogy március végére. Március végére. Egy polgármesteri program, ami precízen a 4 évre vonatkozóan. Persze vagy logos dolog, lesz benne egy csomó. Lesz, persze, hát van olyan, amiben természetesen kevés, ami pályázati lehetőségek révén akarunk hozzájutni, és hogyha azt nem nyerjük meg, akkor nem tudjuk megoldani, de akkor is keressük a megoldásokat. Hát itt az élethelyzet javítása Máté Szalkán, amiről már beszéltek, a munkahelyi lehetőség. A Máté Szalka, mint város valóban
úgy nézze, szép város legyen. A fürdőnek a rendbetétele, ami szintén hosszú évek volt a kérdés Máté Szalkán. Igen, rendbe kell tennünk a keringetőrendszert, mert különben bezárják. Ezen kívül fedett úszoda részt legyen kialakítva. Máté Szalka ilyen szempontból is legyen már egy kicsit térségi szempontból is megfelelő. Akkor a városrendezés, illetve településrendezési terv Máté Szalkának 10 éve nincs új településrendezési terve, ezt is meg kell csinálni. Hát itt aztán sorolhatnám végig a dolgokat. A végén nem lennék hű magamhoz. Én láttam egy ilyet, és hogy a kábel televíziózás terén lépünk elő, nem ezekkel a szavakokkal. Ez mit jelent, hogy a külső területekre is kivinni a kábelt, kicserélni a rendszert, mással üzemeltetni, amit el lehet árulni? Igen, a kábel televíziós rendszerhez kapcsolódik az egész infrastruktúra, mert nem mindenhol van kiépítve, még a városban sem a kábel televíziós rendszer, szennyvíz, gáz, víz, villany, stb. Tehát ennek a teljes rendszerének az új település rendezési terv szerinti kiépítése, hogy minden Máté Szalkai lakos tudjon hozzájutni ezekhez a... Tehát az infrastruktúra a negyedik év végére megvalósul így mindenhol. Van, így van, igen. Kedves nézőink, ez nem ígérettétel volt, hanem egy beszélgetés. Én azt hiszem, hogy akik eddig nem ismerték a mostani Bíró Miklóst, aki 60-on túl is ugyanolyan ambícióval kínlódik, küzd a városért, Szatmárért, mint tette ezt évtizedekkel korábban is. Most megismerhették ezenről az oldaláról is, és hát majd számon kérjük. Jövünk, hogy sikerült. Közben meg is szólalt a telefon. Köszönjük szépen.